Tiszteletem mindenkinek, én Bradley D. vagyok, és folytatjuk Eric Burn emberi játszmák kielemzéseit. Amire fontos felhívnom a figyelmet, az nem más, mint hogy 18 pluszos tartalmakat is foglal majd magában ez a videó. Ettől független, amennyire tudtam, nyilván cenzúráztam. Kezdjünk is bele! Beszélhetünk társasági játszmákról. Ebből az első, hát nem borzasztó, négy jelentősebb formát különböztethetünk meg. A. Manapság, képutató büntető, esetenként gonosz, felnőtt időtöltésről beszélhetünk. Lényegében ez a pletyka. B. Sérülés. Bizalmas klinikai eszmecseréről szól. Legyen minél brutálisabb, annál szaftosabb. Valahol a pletykának ez egy komolyabb fokozata. Leállás. Gyermekidőtöltés. Figyeld meg, most mit csinálnak velünk. D. Hát nem borzasztó? Sebészeti beavatkozásokat hajszoló személyek játszák. Így érve el ápoló gondoskodást, a belső társadalmi előnyöket, az orvosok, ápolók, betegek nyújtják. Ez a játékos úgy tesz, mintha nagy bajban volna, de titokban arra vágyik, miféle belső kielégülésekben lesz része. Bajokba sodródott emberek. A. A szenvedés véletlenül és akaratlanul éri utol őket. Az ilyenek vagy kihasználják, vagy nem használják ki a feléjük áramló rokon szenved, Ha egy kicsit tesznek ezért, az természetes és a szokásos udvariasságú kezelendők. B. Szenvedés véletlenül éri utol őket, de a bajt szívesen fogadják, mivel kihasználása bizonyos lehetőségeket kínál. Itt a játszma utó gondolat, másodlagos előny, rojdi értelemben. C. Akik keresik a szenvedést, mint például a különféle műtétek hívei, akik addig járnak egyik sebésztől a másikig, amíg nem találnak egyet, aki hajlandó megoperálni őket. Itt a játszma az elsődleges tét, második társasági játszma. Szépséghiba. Nagy százalékban ez a játszma a forrása a mindennapi élet apró viszájainak. Depressziós, semmire se vagyok jó, gyermekbeállítottságból játszák, amely védekezőleg átfordul, az ők semmire sem jók szülői beállítottságba. Ezért a szépséghiba játékosok mindaddig nem érzik jól magukat egy új személy társaságában, amíg rá nem találtak az illető valamilyen fogyatékosságára. Belső pszichológiai előnye a depresszió elhárítása. Külső pszichológiai előnye az intimitás elkerülése, az intimitás ugyanis felfedhetné a saját fogyatékosságait. Harmadik társasági játszma, Slemiel. Amikor más társaságban valaki folyamatosan kiönti a bort, valamilyen kárt tesz, kárt okoz, és emiatt mondjuk a vendéglátó a düh jelét mutatja, akkor eléri, hogy a játékos nehezteléssel reagálhasson. A lényeg a megbocsájtáson van, a pusztítás mellett. Felnőtt, felnőtt, udvarias társalgás ez. Negyedik társasági játszma, és miért nem? Hát igen, de. A játékos felvet egy problémát, mire a többiek javaslatokat tesznek. Erre reagál. Hát igen, de ellen válaszol. Látszólag itt felnőtt felnőtt társalgás zajlik, de valójában egy gyermek, amely nem tud megbirkózni a helyzettel, mint szülő. Szexuális játszmák. Bizonyos játszmákat abból a játszmából játszanak, hogy kiaknázzák vagy leküzdjék a szexuális ingereket. Első. Verekedjetek meg, ti ketten. Egy személy megszervezi, hogy két érte küzdő személy megküzdjön egymással. Ennyi. Második. Perverzió. Nagyon röviden, nyersen, tömören a szürke 50 árnyalata. Az egészségtelen fétisek, mint mazoizmus, szadizmus és itt tovább, lényegében nem is az aktusról szól, hanem az előjátékról. Megalázni a másikat, vagy önmagát az illetőnek, stb. Harmadik játszma. Megerőszakolósdi. Első fokozat. Társas összejöveteleken jellemző, ahol az udvarló szemét színvallást követően elutasít a megközelített személy, a játékosunk. Az elutasítás után a megközelített másik hódolót keres. Ugye itt abban éri ki magát, hogy elutasíthat másokat. Második fokozat. Ugyanez, de a jóleső forrás a folyamatos visszautasításból jön a megközelített oldaláról. Harmadik fokozat. Gonosz játszva, gyilkosságban, öngyilkosságban vagy bíróságon végződik. A megközelített kompromitáló testi kapcsolatba viszi a megközelítőt, ezután elmondja az mindenkinek, meg hogy mekkora kárt okozott. Tipikusan előfordulhat fiatal korúak körében is ez a játszma, ahol alattalanul vádolnak meg embereket, erőszaktevőnek és más egyébnek titulálják. Itt a káronosika ügyet is be lehet vonni, ahol el is vihette volna egy ilyen irányba az illető ezt az ügyet. Mivel nem tette, nos, mindenki vonja le maga a következtetéseit. Belső pszichológiai előny. A gyűlölet kifejeződése és a bűntudat kivetítése. Belső társadalmi előny. Most rajta csíptelektek az ember, és itt hivatkoztunk egy korábbi játszmára. Ez az az igazság rendkívül jellemző erre a könyvre, hogy már a kezdetektől fogva utalt előre elkövetkezendő játszmákra, ami miatt így... Hogy gondolhatták ezt? Konkrétan emiatt azt javasolta a könyv, hogy többször kell elolvasni, hogy Képbe legyél először is az összes játszmával, utána pedig értsd, hogy mire hivatkozott korábbiakban én direkt hagytam ki ezeket, hogy, hogy fel fogni ezeket a játszmákat. Külső előny. Hát nem borzasztó. Bíróság. Perekedjetek meg ti ketten. Negyedik. Arisnya játszma. A maga mutogatás jellemzi, de szószoros értelemben véve. Kihívóan mutogatja magát az illető, hogy akiket szeretne szexuális izgalomba hozza. Gyermek és szülő cselekedeteit, hogy bizonyítsa, hogy macskos gondolatok járnak mások fejében. Itt lényegében ez a cél, hogy bebizonyítsa a pontját. Perpatvar, uralkodni vágyó apa, tizenéves lány és szexuálisan gátolt anyuka játsza ezt. Apuka hazaér, összeszól a tizenéves lányjal, és ajtóbecsapással végződik ez a beszélgetés. Akkor tudnak együtt élni, ha eléggé dühösek egymásra. Igazából a szexuális intimitástól menekül az apuka és az anyuka. Előbb-utóbb valaki muszájból. Kilép a családból, vagy így, vagy úgy. Következnek az alvilági játszmák. Első, Rabló Pandur A legtöbb bűnöző utálja a rendőrséget, ezért néha még több élvezetet is ad nekik a kicselezésük, mint maga a nyeresége az elkövetett bűnből. Felnőtt cselekvésnek tűnik, de valójában a gyermek szinten játszák ezt a játszmát. A játszma nyeresége hogy megtalálják az embert. Akár gyermekkorban, bujócskánál. Két bűnöző típus lehet megkülönböztetni. Egyik a haszonért, a másik az élvezetért bűnözik. Egy igazán elszánt személy nem ejt hibát, míg a másik vandához hasonló cselekedeteket hajt végre. Megoldás. Nem feltétlen pszichológus, sokkal inkább hatóság feladata ellátni, ezt a szerepet. Erről bővebben egy másik videóban fogok beszélni. Második. Hogyan lehet innen meglépni? Történelmileg bizonyított, hogy a rabok idejüket szeretik valami tevékenységgel vagy játszmával tölteni. Ebben benne van a minél jobb magaviselettel járó szabadulás lehetősége, kórházakból való menekülés, nem feltétlen rab formában. A csavar ott van, amikor kritikus pontban a gyermekényükre hallgatva maguk ellen fordulnak, és valami nagyon rosszat csinálnak, hogy ne engedhessék ki őket. Itt konkrétan elbizonytalanodik az illető, hiszen megriad a bizonytalan helyzetétől odakint a világban. Húzzuk be a csőbe! Lényege, hogy egy másik személy bevonása történjen meg az esetbe, akire rágathatják a bűn elkövetését. Játszmák a rendelőben. Első. Melegház. Rissen végzett társadalom tudósok, klinikusok, pszichológusok játszák, akik ártatlanul elemezgetik egymást. Egy folyamatos iróniával állnak ellen minden felettük álló személyhez, amely miatt valójában a bennük rejlő szülőt veszik elő. Így kerülik el az intimitást. Második. Én csak segíteni próbálok rajtad. Szociális végzettségű személyek játszák. A segítő személy tanácsot ad, mire később visszajön a segítséget igénylő személy, hogy nem játszik sikerrel. A segítő ekkor reagál. Én csak segíteni próbáltam rajtad. Valójában itt a zavarodottság a játszma nyeresége. Így folytatódik a helyzet, mire a segítséget kérő úgy reagál, Láthatod, én mindent megpróbáltam. Idővel ez átfordulhat, ne te mondd meg, hogy mivel segítsek ma. Magamon, majd én megmondom neked, mit csinálj, hogy segíthes rajtam. Harmadik nyomor. Ez a játszma az én csak segíteni próbálok rajtad egyik kiegészítő játszmája, úgy ahogyan azok a szociális gondozók is játszák, akik belőle élnek. A nyomort ugyanilyen hivatásszerűen játsza az a személy, aki ilyen módon keresi meg a kenyerét. Ismertető egy, hogy látszat erőfeszítéseket tesznek meg ezek a személyek a munkakeresésben segítő és a segítendő személy megállapodása segíteni foglak, feltéve, hogy nem kerülsz jobb állapotba, míg a másik oldalt munka után fogok nézni, Feltéve, hogy nem kell valóban találnom. Ha a segítendő megszegte az egyezményt, akkor a gondozó szerv elvesztett egy ügyfelet. A segítendő a segét és így hátrányos helyzetbe kerültek. 4. Paraszt. Parasztasszony orvoshoz megy. Bajával kap rá a receptet, és mivel szokatlan ez a fajta kiemelt figyelem a számára, ezért a receptet nem váltja be, hiszen nincs patika a faluban, és amúgy se adnak ki ilyen értékes papírt a kezéből, amit a számára kedves orvostól kapott. Később az orvos ellátogat a faluba, találkoznak az asszony, elmondja: Na hát, hogy maga milyen csodálatos, mire az a fogadja, milyen intelligens személyre lehet, aki valóban képes értékelni az ő adottságait. Ebből később lehet egy egészségtelen kapcsolat, amely ugye mellőzi a rendes kezelést, hiszen az asszony rosszabb fest, mint korábban, nem szedve gyógyszereit, és így tovább, és a bókok mellett elfeledi az orvos számon kérni a nőt. Akár komolyabb egészségkárosodásig is fajulhat a helyzet. Pszichiátria. Itt konkrétan a gyenge, bizonytalan kompetenciájában nem feltétlen megbízható szakemberek kereséséről szól ez a játszma. Lényege, hogy a gyermeki ényüket kiéljék. Soha senki se fog engem meggyógyítani, de megtanított, hogy szenvedhessek jobban. Ostoba! Alapvetően depresszív beállítottságból játszák. Együtt nevetek veled, saját ostobaságomom. Buta vagyok, mit tegyek? Ez a slemi ellen ellentétben egy időtöltés, amely megszilárdítja, az én aranyos és vétlen vagyok. Gondolatmenetet. Valább! Elme zavarra való hivatkozás mit lehet várni valakitől, akinek falába van. Hogy pontosan értsük, miről van szó. Amerikában a beszámíthatatlanság, Japánban az ittasság, a Szovjetunió a háború idején teljesített katonai szolgálatot hozta fel enyhítő körülménynek. Erről szól az egész. Talán az egyik legártalmatlanabb játszmák következnek, a jó játszmák. Első. Buszsofőr szabadságon. Inkább időtöltés, mint játsza. munkavégzés valójában másodlagos, és rejtett díték vezérli az illető személyt, Például a kokáért, ha valaki a békehat testhez csatlakozik, az úton szerzett történetek elmesélésének érdekében teszi azt valójában. Gavallér. Olyan személy, aki még ha boldog párkapcsolatban is él, vagy monogámia mellett határozta el magát, bókol egy másik személynek, annak fényében, hogy saját és a másik gyermeki ényét is magasztalhassa. Örülök, ha segíthetek. Egy bizonyos személy állandóan segítségére rohan másoknak. Lehet így vezekli le múltbéli gonoszságát, vagy így leplezi jelenlegét. Így szerezhet barátokat, azért, hogy hasznosíthassa később őket. Itt van egy rész a könyvben, amit szóról szóra szeretnék idézni, mert nagyon érdekes. Végül is válhatik valaki még gonoszabbá, miközben múltbeli gonoszságát palástolja. Az emberek kihasználásában vezethet inkább félelem, mint nagy lelkűség. És a presztízs nem csak jó, hanem rossz ügyek keretében is lehet keresni. Ezt kihangsúlyoznám. A presztízs nem csak jó hanem rossz ügyek keretében is lehet keresni. Házi bölcs. Jól művelt személy kisebb ügyekben segít, később egyre több ügyben kérik ki segítségét, és válik így a házi bölcsé. Örülnek majd, hogy ismertek. Egyik formában úgy mutatja meg, hogy közben kárt okozz, másik formájában kemény munkával éri el az elismerést az illető. És így végére is értünk Erik emberi játszmáinak, amelyek rendkívül sok rétűek, bizonyos elemeivel nagyon nehéz úgy gondolom azonosulni. Mivel, mint láthattuk, nagyon vegyes karaktereket hoz fel, különböző végzettséggel, különböző nemi beállítottsággal, nem beszélve arról, hogy nagyon különböző szituációkról is beszélhetünk, és bármennyire mesterkértnek tűnik ez az egész, hogy valaki lehet ezen gondolkodik, hogy hogyan valósítsa meg a játszmáit, de az a nagy helyzet, én úgy gondolom, a legtöbb embernek fogalma sincs róla, hogy mit csinál. De ahogy említettem korábban is, a könyvet nem tudom mindenkinek ajánlani továbbra sem, viszont fontosak voltak ezek az elemek, amelyeket átadtam nektek. Mert egy olyan téma fog következni, amihez ez egy átvezető ív volt konkrétan, ez a két rész. Sokan lesznek, akik utálni fognak, lesznek, akik megvetnek, és olyan is lesz, aki jót fog nevetni rajta, vagy másképp fog tekinteni rám, egy biztos, ez egy rendkívül merész húzás, főleg magam részére értve, hogy egy ilyen témában fogok belemenni, amit direkt nem nevezek még meg. Legyen egy picit izgalmasabb a várakozás. Illetve fontos megegyezni játszmáktól mindentől függetlenül, ez egy olyasmi dolog, amit már hosszú ideje gondolkodom. A helyzet az, hogy nem csak ezen a platformon ügyködöm, és nem csak ilyen témákkal kapcsolatban. Ugye én nem tagadom, szeretek videójátékokkal is játszani, szeretek képeket szerkeszteni, videókat vágni, írni, és még sok minden mást is csinálni. Éppen ezért arra gondoltam, hogy ha valamiben jó vagy, alapon, ahogy ismerjük ezt a mondást, hogy ne feltétlen ingyen tedd azt. És ettől független igazából a lehető leginkább arra szeretnék rámenni ezzel az oldallal, hogy mint egy gyűjtőt hozzak létre annak érdekében, ha valakinek tetszene a munkásságom és valamilyen csekély összeggel szeretem mondjuk támogatni, és ezért cserébe én nyilván adok plusz dolgokat ezért tudom ajánlani a Patreon oldalamat. Nem is az a lényeg elsősorban, hogy pénzt kérjek tőletek, mert egyáltalán nem erről van szó. Mielőtt valaki félreérteni ezt az egészet, továbbra is mondanám, hogy azoknak, akik mondjuk szeretnék jobban támogatni a munkásságomat, és esetleg elvárnának ezért cserébe valami apróságot, a Patreonon keresztül megtehetem, hogy adjak nektek kicsi pluszokat, ha nem is mást, például a kokáért, a bradley D. videók végére egy köszönetnyilvánítás mindenképpen vagy hogy korábban meg lehet tekinteni az elkövetkezendő videókat, illetve más munkásságaimba is betekintést nyerhessenek, mint a Photoshop munkáim, különböző videóim, a Bradley-től függetlenül. Különböző szavazásokban lehessen részt, mi legyen következő téma, ilyesmik, hogy lehet különböző eszközöket használni, ez főleg adóbb termékekre értendően. Illetve később nagyobb összegért személyes tanácsadást is nyújtok. Nézzétek el, de a helyzet az, hogy bárki más, én magam is nyilván szeretnék készségeimből, képességeimből, szakmai végzettségemből adódóan keresni valamit viszonyzásul. Kicsit kellemetlenül érzem magam, ezt láthatjátok rajtam, mert tudom, hogy lesznek emberek, akik úgy fognak hozzáállni, hogy ez is egy tipikus, agyatlan, pénzbániás youtuber, nektek az égvilágon semmitekbe se kerül, és nem maradtok le semmiről, mivel a videók ugyanúgy fognak érkezni, ahogy eddigiekben is rendszertelenül. És meg fogjátok tudni nézni őket, ugyanúgy tudtok beszélni a Facebook oldalunkon, ugyanúgy fogtok értesülni mindenről az égvilágon. Ez csupán egy lehetőség nektek, a linket megadom a leírásban, nézzetek rá nyugodtan. Én már előre is nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik képesek reálisan látni a dolgokat. Erről ennyit végére jöttünk, ugye ennek a témának is. Addig is mindenkinek a lehető legjobbakat kívánom és... És jó munkát kívánok! Ilyen tartalmak várnak a jövőben. Ha tetszik, amit csinálok, mindenképpen nyomj egy lájkot. Ha nem, akkor diszlájkot. Illetve Fejtsd nekem a véleményed a komment szekcióban is. Amennyiben további társadalmásban szeretnél részt venni, mindenképpen köves Facebookon, Twitteren és Instagramon is. Jó munkát kívánok mindenkinek! Tisztelettel, Bradley D.